Heat, remény, szeretet. Mindent egy célért, a misszióért. A misszió hírek következnek. Sri Lanka is an island nation off the southeast. Sri Lanka India délkeleti partjai mentén elterülő szigetország. Természetes szépségének és helyzetének köszönhetően az indiai óceán gyöngyének is nevezik. Habár Sri Lanka sokszínű ország, számos vallás, nemzet és nyelv keveredik egymással, a többség mégis buddhista. Alig 4000 adventista tag jár 37 gyülekezetbe egy 21 néhány milliós országban. Lakpahana Adventist College and Seminary. A Lakpahana Adventista Főiskola az ország egyetlen tanintézete, ahol egyházi szolgálattevőket képeznek ki. Figyelembe véve a növekvő taglétszámot, ez sokat jelent a misszió számára. Habár a kezdet szerint volt, Lakpahana sok új tagot, egészségügyi misszionárust, adminisztrátort és lelkészt képezett ki a Sri Lankai és külföldi misszió számára. Jelenleg 370 diák jár ebbe az iskolába, 85%-uk más felekezetekhez tartozik. Lakpahanára hatalmas munka és felelősség hárul. Sok lakpahanai végzős itt ismerte meg Jézust az oktatás, a gyülekezet vagy a szombatiskola által. A Jaya Diazhoz hasonló személyek élete is itt vett 180 fokos fordulatot. Jaya nem keresztény családból származik, Lakpahanában kiélheti új hitét. Itt olyan értékeket és elveket sajátított el, amelyek hétköznapjában is megszabják az irányt. Jaya jelenleg mentor és felügyelő a Lakeside-i Adventista Kórházban, Kandy városában. Különleges lehetősége van emberekkel megismerkedni a kezelés és tanítás útján. Miközben Jaya kapcsolatba kerül a páciensekkel, elmondja nekik, hogy testük Isten temploma, ezért vigyázniuk kell rá. Bátorító szavai és őszinte törődése révén Jaya minden szívhez utat talál. Számára ez is egy lehetőség úgy hatni másokra, mint egykor Jézus, és bemutatni nekik az ő szeretetét. Áldás számomra Isten családjához tartozni, külön hálás vagyok Istenhez, hogy ide elvezetett engem. Különben ki tudja, hol lennék. Számomra egy áldás volt Lakpahanára járni. Jaya hálás azért, hogy keresztény nevelést kapott, amely életében nagy változást hozott. A Lakpahanai intézménynek jelenleg óriási szüksége lenne az önök segítségére ahhoz, hogy kibővíthessék. Már régóta kinőtték szerény istentiszteleti helyet. Nincs elég ülőhely, sokan a karzaton foglalnak helyet. További székeket kell elhelyeznünk a folyosón, hogy mindenki számára legyen hely. Lakpahanán nagy szükség lenne egy imaházra, hogy a meglevő és az eljövendő látogatók számára legyen elegendő hely. Miközben a misszionáriusok megtesznek mindent, hogy megtöltsék az imaházat, kérjük imádkozzanak, hogy legyőzhessék az útjukba álló nehézségeket. Az építkezési erőfeszítésekben így önök is részt vehetnek a 13. szombati adományaik révén. A fordítás a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójában készült.